Először tartott technikus avatót a Balázsházi János Gyakorló Középiskola és Kollégium a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A rendezvény vendége Bodó Sándor, a pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében kiemelte, fontos a választott ágazatban a széleskörű tudás megszerzése már fiatalkorban is, valamint az elkötelezettség, ami biztos munkalehetőségekhez juttatja a diákokat. A jelenlegi munkaerőpiacot talán úgy lehetne leginkább jellemezni, hogy a szakképzett munkaerőre mindenütt szükség van, és ezt hangsúlyoznom kell, hogy a szakképzetre. Tehát talán itt is, ha lesz alkalmunk kötetlen formában is beszélgetni velük, arra fogom őket biztatni, hogy ne álljanak itt meg. Egy fontos alap, amit szereztek, egy fontos tudás, tehát a szakképzés tovább lehet gyarapítani, tudást lehet gyarapítani, és hát erre nekik bizony még szükség lesz, hiszen ők még 30-40 év múlva is dolgozni fognak. 10 éve került egyetemi fenntartás alá a Balázsházi János Gyakorló Középiskola és Kollégium. A végzős tanulók többek között a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási, valamint a gazdaságtudományi karán kamatoztathatják tanulmányukat és frissen megszerzett gyakorlatukat. Szerezhettem gyakorlatot is ebben, és nagyon jó szakmai oktatás volt ebbe az iskolába, és 5. évben ugye élelmiszeripari technikusnak tanultam, és bejutottam egy országos szakmai tanulmányi versenybe, ahol amit Kaposváron tartottak. Az ünnepélyes eseményen 6 élelmiszeripari technikus, 16 pénzügyi számviteli ügyintéző és 20 mezőgazdasági technikus minősítő bizonyítványt vehetett át, illetve számos elismerést és könyvjutalmat is kiosztottak a diákok között.